Molnáni Gyürki Erika asztrológus elmondta, hogy februárban befejeződik a nyúl éve, és belépünk a fa sárkány esztendőbe. Utoljára 1964-ben volt ilyen év, mely történéseit érdemes visszaeleveníteni, mert hasonló értékek kapnak fókuszt idén is. Dolár évek szerint mindig február 3-án vagy 4-én kezdődik a következő év a kínai asztrológiában. Úgyhogy most ez az év, ez február 4-én, délelőtt fél tízkor fog indulni igazából, akkor fog bejönni teljes egészében a sárkány energiája. De hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy még egyik pillanatban nyúl év van, és akkor puff, berobban a sárkány, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy szép lassan jön befelé. Annyira, hogy jön befelé, hogy most a januári hónap, a januári bivaj hónap már sárkány napon indul. Tehát a sárkány energiája már január 5-től itt lesz velünk, és egyébként a sárkány éve az a kínaiak szerint mindig a legszerencsésebb évek közé tartozik. A sárkány az egyetlen olyan állat egy a kínai asztrológiában, aminek nincsen hétköznapi megfelelője. Tehát van 11 egy, akik teljesen hétköznapiak, mondjuk egy tigris, egy ló, egy kakas, egy disznó. És sárkány az igazából <coughs> egy mitikus állatjegy, tehát igazából nincs ilyen. Tehát ő az, aki kiemelkedik a többi állatjegy közül, teljesen különleges, és a sárkány szeret is különleges lenni. Tehát a sárkány éva díjaz, díjazza az egyediséget, a különlegességet, a saját dolgokat, a saját megszólalásokat, és emellett a sárkánynak óriási az igazságérzete. Tehát nem nagyon díjazza például azokat a dolgokat, amikor én csak úgy elviszem a másnak az írását, elviszem a másnak a munkáját, csak úgy idézőjel nélkül idézem másnak a mondatait, mert a sárkányével szereti az eredetiséget, az eredeti dolgokat. Tehát ez az egyik, amire törekedni kell, hogy önbizalom, eredetiség. A másik ugye az, az igazság, az igazságérzete. Harmadrészt a sárkány nagyon nagy lelkű állati egy. Tehát amikor Butha maga elé hívta az állatokat, akkor a sárkány negyediknek érkezett. Nem azért érkezett ő negyediknek, mert nem tudott volna csak úgy hip-hop repülni, hanem azért, mert tud közben folyton megállt segíteni az embereknek. Ilyeneket csinált például, hogy esőt varázsolt nekik. Az asztrológus hozzátette, hogy az év leghangsúlyosabb és legpozitívabb hónapjai lehetnek az április, a szeptember és az október. A kakas, a majom és a patkány jegyében születettek különösen jól profitálhatnak az idén. Érdemes lesz egy naplóban gondolatainkat feljegyezni, mert ezek fognak előre vinni, erre a legaktívabb időszak a 7 és a 9 óra közötti napszak lesz. Tehát amikor főzés közben csak úgy jön egy olyan ötleted, hogy ó, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hát persze, hogy ezt, hát ezt mindenki tudja, hát jó, hogy, jó, hogy így van és akkor egy óra múlva gondolkodsz, hogy mi volt ez, hát nem tudom, fogalmam nincs. Tehát amikor jönnek ezek az ötletek, ezek a sugallatok, azokat érdemes fölírni. Érdemes nyitni egy füzetet, érdemes hordani magunkkal a telefont, a mikrofonra fölmondani, mert ezek az ötletek fognak előre vinni. Tehát folyamatosan vezetnek minket gyakorlatilag ezek által az ötletek által, és ebbe van a jövőnk. Mire kell figyelnünk tehát nagyon erőteljesen? A forrásainkra. Mik lehetnek a mi forrásaink? Minden, amire tudunk támaszkodni, tehát a képzettségünk, a végzettségünk, az anyagi forrásaink, az erőforrásaink, a körülöttünk lévő kapcsolatrendszer. De akár a szüleinkre is mondhatom, hiszen a sárkány évében nagyon előtérbe kerül maga a család. A család, a kapcsolatok, a párkapcsolat. Tehát ezeket a dolgokat kell stabilizálni, és erre lehetőségünk is lesz. Pénzügyileg mire számíthatunk? Hát, hogy begyűrűzik az infláció. Tehát ez tovább fog folytatódni. Ugye az évvégi, illetve az évelei hatások, ugye január 1 -e mindig azzal indul, hogy na akkor minek az árát fogják megemelni. Most például megemelték a jövedéki adót a benzinben, nehogy azt gondoljuk, hogy ez nem fog az élet minden területére átmenni. Tehát gyakorlatilag mindenhol várhatók áremelések. Ugye az energia szektor az továbbra is bizonytalan lesz, és a környezetvédelem, ami még előtérbe kerül. A sárkány tüze, szenvedélye képes rombolni is, így azt tanácsolja a szakember, fogjuk vissza indulatainkat, mindig fontoljuk meg mondandónkat, tetteinket, gondolkodjunk, és így álljunk bele erőinkbe. Hát az a legjobb, hogyha mindenki azt csinálja, amihez ért. Mindenki abba teljesedik ki, ami, ami ő maga, ami benne van. Na most az a helyzet, főleg a sárkány évben, hogyha nem tudjuk, hogy valaminek, valaminek melyik végéről álljunk neki, akkor inkább neki se állunk. Á, jó van, majd holnap. Majd holnap után, majd soha. Na most az a helyzet, hogy az életünk az halad előre. Tehát a legjobb, hogyha most neki állunk. Most, ma, nem holnap, azzal, amink van, ugye mondtam, hogy vegyük számba az erőforrásainkat. És majd alakul. Bízunk benne, bízunk magunkban, higgyük el, hogy képesek vagyunk rá.